Vérnyomás és pulzusmérés, testösszetétel és súlybecslés, vércukormérés. Ezeket vizsgálták, akár az utcán is elvégezték a prevenciós és egészségfejlesztési iroda munkatársai a hét elején. Szerettünk volna kivinni a lakosság körébe a programjainkat, már előzőleg is, és ez a világnap remek alkalom volt erre. Szeretnénk, hogyha minél jobban látszanánk, minél több ember értesülne a programjainkról, és ezért gondoltuk azt, hogy nem ide várjuk az embereket, hanem kimegyünk közéjük. Az előzőleg hirdettük a programunkat is, és az arra járókat megszólítottuk, illetve látták a molinónkat, hogy mi történik, és oda jöttek az emberek vércukormérésre, illetve vérnyomásmérésre. A járókelőket életmód és egészségmegőrzés tanácsadással látták el a szakemberek. Ezen felül a kórházban kialakított prevenciós irodában is felkereshetik problémáikkal az egészségügyi dolgozókat. Ugye az irodánk az ez évtől működik újra a COVID után, eddig csak a COVID alatt online formában működtünk, most viszont nagyon sok szeretettel várjuk a lakosságot. Vannak mozgásos programjaink, lelki egészségfejlesztő programjaink és állapotfelmérés és mindenféle életmódbeli tanácsadással kereshetnek bennünket. A recepcionál útbaigazítás, de a kastélyépület második emeletén vagyunk. Ha lifttel jönnek fel, akkor éppen a lifttel szemben van az irodánk, a pszichiátriai, gyermekpszichiátriai gondozó mellett. A kezdeményezés sikeres volt, hogy nem csak az egészségügyi intézmény falain belül segíthetnek a szakemberek. A Diabetes világnapján létrehozott esemény felhívja a figyelmet korunk egyik legelterjedtebb betegségére, a cukorbetegségre. A cukorbetegség esetén kevés inzulin termelődik, vagy egyáltalán nem termelődik, így a cukor nem jut be a sejtekbe, hanem a vérben felhalmozódik. Somogyban a lakosság csaknem 8%-át érintheti a cukorbetegség.